Rendeleti hozzászólásra jelentkezett Vona Gábor frakcióvezető úr a Jobbik részről. Gazdasági szabadságharc az IMF ellen az IMF támogatásával címmel. Parancsoljon, önél a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr! Miközben hallgattam miniszter úr válaszait, én is kutattam a plafont, és nagyon örülök neki, hogy tényleg erősek a támasztékok a Magyar Országgyűlésben. És azt az IMF megállapodást, amiről ön beszélt, győzelemnek nevezni, azt gondolom, hogy már szinte a cinizmusnak és a provokációnak a határai jócskán túl van. Ki kell jelentenünk, az az IMF megállapodás, amit önök itt elővezetnek, az egészen új, drámai, társadalmi és politikai helyzetet teremt Magyarországon. Ebben a helyzetben illő, indokolt és joggal elvárható lett volna egyébként, hogy a kormányfő napirend előtt kérjen ma szót és számoljon be mind az országgyűlésnek, mind pedig a magyar társadalomnak ezzel kapcsolatos politikájukról. És az, amit önök a sajtóban mondanak, hogy új típusú megállapodást kötünk az IMF-fel, azért mondjuk el, hogy nyúl és farkas viszonyában új típus nincs. Hiába sarki a farkas, hiába préri a farkas, ha a farkas meg a nyúl találkozik, akkor megeszi a nyulat a farkas, az IMF itt a farkas, Magyarország a nyúl, ha önök visszahívják Magyarországra az IMF-et, az IMF meg fogja enni Magyarországot. Az is egyébként elképesztő, hogy növekedési fordulatról beszélnek, arról beszélnek, hogy a függetlenségünket újra meg tudjuk erősíteni, az IMF visszajöttével mind a függetlenségünk csorbulni fog, mind pedig a növekedésünk, ezeket mondjuk már ki őszintén. Aki itt vagy jelen pillanatban egyáltalán hátra dőlhet, az a bankszektor, a multinacionális tőke, nekik az IMF gyámkodása mellett újabb esetleges érdeksérelmektől nem kell tartaniuk. Azoknak viszont, akik devizahitelesek és a magyar társadalom nehéz helyzetben lévő részét képezik, nekik katasztrofális ez a hír, ezt nyugodtan elmondhatjuk, és hagyd ne dobjunk hátast a bankszövetség javaslatától, miniszter, amit önök majd az IMF gyámkodása mellett el fognak fogadni. Úgyhogy a hazugságolló az egyre inkább tágul, és már nem is arról beszélünk, hogy önök a valóságot hazugsággal próbálják leplezni, hanem most már az a helyzet, hogy egy korábbi hazugságokból menekülnek egy újabb hazugságba, majd egy újabb hazugságba, és még mielőtt a miniszter úr, vagy esetlegesen a kormánypárti képviselők itt megsértődnének ezen a helyzetértékelésen, azért egy fontos dolgot hagy szögezzek le az ellenzékiség szempontjából. És ez a drámai helyzet azért jól kirajzolja, hogy mi Magyarországon a valódi törésvonal. A valódi törésvonalnak az egyik oldalán áll az MSZP és az LMP, amelyek ugyan fanyologva, de üdvözölték az IMF Magyarországra érkezését. Azaz, ők Magyarország nemzetközi kiszolgáltatottságában érdekeltek. A másik oldalon áll a Jobbik, amelyik azt mondja, hogy Magyarország nemzeti függetlenségét meg kell őrizni, és ebbe az IMF nem fér bele. Önök eddig ezen a határvonalon táncoltak, és egyértelműen átléptek az MSZP-LMP által képviselt oldalra. Egyértelműen átléptek úgy, hogy a képviselőik többsége ezzel nem ért egyet, miniszter úr, ebben biztos lehet ön is, és gondolom tudja is. És a magyar társadalom se, de hogyha ilyen bátrak, akkor és mindig kétharmadra hivatkoznak, hát mérjék meg. Készüljön egy felmérés arról, hogy van-e legitimitása ennek az IMF-fel kapcsolatos döntésnek a kormány mögött. Mert szerintem nincs. A magyar társadalom többsége is, különösen az önök szavazóinak többsége is ezt a döntést elutasítja. És ennek vannak politikai és gazdasági konzekvenciái. A legfontosabb politikai konzekvenciája, bármennyire is fájdalmas önöknek, az az, hogy a kormánynak le kell mondani. Másfél éves álmokfutásba kezdtek, másfél éven keresztül értelmetlen, céltalan megszorításokkal véreztették a magyar társadalmat, ennek véget kell vetni, és a magyar politikának ebben a drámai és új helyzetben új felhatalmazást kell kérni a társadalomtól. Új erőviszonyokat kell teremteni, hogy a válságból hogyan lehet kikerülni. A gazdasági konzekvenciák levonása talán még ennél is egyértelmű. Ugye mindannyian emlékeznek itt az országgyűlésben, hogy a Jobbik kezdetektől fogva azt hangsúlyozta, hogy a magyar államadósságot újra kell tárgyalni, mert ez visszafizethetetlen. Ezt mondtuk kezdetektől fogva. Nem azt mondtuk, hogy holnap ne fizessünk, hanem azt mondtuk, hogy találjunk olyan megoldást, ami a magyar társadalom számára elviselhető, mert ez nem az. És nem azt mondtuk, amit szintén önök adnak a szánkba, hogy menjünk a görög útra, hanem pont azt mondjuk, hogy erről a görög útról térjünk le, miniszter úr, mert az önök politikája löki Magyarországot egyre inkább a görög út felé. Az államadósság visszafizetetlen, és a másfél évük, amikor ennek a csökkentését helyezték fókuszba és célkeresztbe, pont ez bizonyította be. Most mind GDP arányosan, mind abszolút értelemben az államadóság visszanőtt. A magyar gazdaság, a magyar társadalom ezt nem tudja visszafizetni, egy megoldás maradt. A magyar államadóságot újra kell tárgyalni. Miniszter úr, mi arra kérjük, hogy ezügyben tegyenek most már érdemi lépéseket. Talán jellemző volt, hogy sem az LMP, sem az MSZP nem tudott érdemi lépéseket mondani, csak fanyalogtak. Mi mondunk egy érdemi lépést, tárgyaljuk újra Magyarország államadóságát. Hogyha szükséges, keressünk nemzetközi kapcsolatokat. Próbáljunk meg teremteni nemzetközi egységfrontot, azon hasonló, van jó pár ilyen ország, hasonló olyan országokkal, akik ilyen problémától szenvednek, és próbáljunk meg nemzetközi szinten érvelni az államadóság, az adósságválság újratárgyalásának, akár nemzetközi szintű újragondolásának érdekében. Ugyanis miniszter úr, itt a kérdés már nem az,
hogy válság van-e Magyarországon, vagy nincs válság, hogy 1,5%-os a növekedés, vagy 1,5%-os recesszió vár az országra. Itt a kérdés, a valódi kérdés az, hogy lesz-e katasztrofális helyzet Magyarországon, társadalmi és gazdasági értelemben katasztrofális helyzet. Ezt szeretnénk elkerülni, ha önök valóban ezt akarják elkerülni, és nem az IMF-nek táncolni, akkor ebben támogatni fogjuk önöket, de az IMF visszahívásában és Magyarország függetlenségének feladásában nem fogjuk támogatni önöket. Köszönöm.